Tibor, köszönjük, hogy eljöttél. Egy könnyek az aprókóján beszélgetünk. Látom, hogy én is hoztam belőle egy példányt, meg te is hoztál egy példányt belőle. Ezzel azt is érezzük, hogy ez bizonyos értelemben közös munka volt. Igen. Én úgy emlékszem, hogy ez már a harmadik könyv, amelyben valamilyen módon együtt dolgoztunk különböző szerepekben. Üzleti elvárások, informatikai megoldások a címe, és benne van a könyvben, hogy ti szponzoráltatok az elmúlt évnek a végén, meg a HVG kiadónál. Ez a könyv arról szól, hogy a vállalatok rengeteget költenek informatikai beruházásokra, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy tudják-e vajon, hogy igazából ezek a beruházások hogyan térülnek meg, elvégzik-e a megfelelő gazdaságossági számításokat, számolnak-e a direkt és az indirekt hatásokkal. Ti hogy tapasztaljátok, hogy az ilyenfajta meggondolások, az ilyenfajta számítások iránt az ügyfelek oldalán növekszik az érdeklődés, és a válság hogyan hatott erre? Kérdés második felére röviden válaszolva, egyértelműen igen a válasz. Bár azért azt hozzátenném, hogy a válság előtt is azért azok a nagyvállalatok, akikkel mi dolgozunk, tipikusan jellemzően megvizsgálják a megtérülését ezeknek a projekteknek, informatikának. De az biztos, hogy a válság ezt felerősítette, illetve hát azokat a mutatószámokat, amelyek alapján a döntést hozzák meg, azokat tolta el egy picit, tehát a gyorsabb megtérülés, a biztosabb megtérülést keresik. Ennek megfelelően nyilván olyan programok, amelyek korábban esetleg elindulhattak, most nem indulhatnak el a válság alatt, hiszen nem felelnek meg ezeknek a megerősített vagy szigorúbb elvárásoknak. De egyébként nem csak az ügyfelek, hanem mi saját magunk is, például a belső innovációinkat, amikor tervezzük és végezzük, akkor ma már komoly megtérülési számításokat, üzleti tervet teszünk mögé. Ami miatt egyébként kicsit ambivalens érzéseim vannak, mert azért pont az informatika világa bizonyítja jól, hogy az elmúlt évtizedben rengeteg olyan halottnak, vagy teljesen életképtelennek kikiáltott ötletből lett óriási világszám, hogy így fogalmazzak. Tehát egy kicsit félünk attól, hogy ezzel bizonyásik adnak az igazi nagy ötletek is, de hát most a válság alatt azt gondolom, hogy a rövid távú fókusz mind az ügyfeleknél, mind a saját vállalatoknál megerősödött. Azt hiszem a szavaidban egy kicsit az is benne van, hogy egyébként ez egy elég nehéz dolog. Így van. Hát azt megmondani, hogy most felépítek egy informatikai rendszert, ráköltök akármennyi milliót, és hogy ennek a következő 5 évben, 7 évben, 8 évben milyen haszna lesz, ez borzasztóan nehéz megmondani, mindenféle direkt, indirekt hatások vannak. De ha jól értem, hogyha ez valamiféle elvárás, akkor azoknak az embereknek, akik töltek, kimennek a vállalatokhoz, értékesítők, szakértők, arra is fel kell készülni, hogy nem csak a technikáról lesz ott szó, hanem tőlük fogják megkérdezni, hogy meg tud-e mondani, hogy végül is ez az egész nálunk hogyan fog megtérülni. Tehát fel kell készülni arra, hogy ezeket a pénzügyi számításokat oda kell tenni az ügyfelek elé. Így van ez? Így van, abszolút így van. Ugye azért számtalan olyan eset van, amikor az ügyfél ezt nem hagyja a szállítóra, tehát saját maga végzi, saját maga ragaszkodik ahhoz, hogy a saját... Vagy kontrollálja. Vagy kontrollálja, így van, talán ez a jobb kifejezés. De ettől függetlenül az IQSIS-nek is, és azt gondolom, hogy Magyarországon minden olyan vállalatnak, aki üzleti rendszereket értékesít, és ilyen értelemben haszonérveléssel teszi azt, szükség van arra, hogy képes legyen bebizonyítani a rendszerekről, az általa kínált rendszerekről, hogy azok megtérülnek. A mi esetünkben van egy üzleti tanácsadó csapatunk, akik elsősorban rendelkeznek ilyen képességekkel, ilyen szakképesítéssel is, és az ő feladatuk az, hogy ezen projekteknél, amikor előre mennek, és amikor azt mérik fel, hogy mire van szüksége a vállalatnak, sokszor a projekt gondolata még meg sem fogalmazódik ebben a fázisban, hanem egyszerűen egy probléma felvetésből indulunk ki, és azt hogyan lehetne megoldani, és ezután definiálják azt, hogy akkor mi lehet ennek a megoldása, és akkor természetesen ennek a definíció az azt is jelenti, hogy ezt alá kell támasztani gazdaságossági vizsgálatokkal, és ezt be kell tudni mutatni az ügyfélnek. Tehát van rá egy külön tanácsadó csapatunk is, bár az is igaz, hogy alapvetően a szakmai csapatok, a megvalósításért felelős csapatok az elmúlt 5-10 évben ezt a képességet ki jobban, ki kevésbé, de azért magukban szívták. Tehát munka közben így van. Kényszerből. És különösen igaz ez nyilván azokon a területeken, akik maguk is olyan rendszereket kínálnak, amelyek erre alkalmasak. Nyilván az ő esetükben elvárható, hogy saját magukon is elvégezzék azt a gyakorlatot, amit aztán a rendszer segítségével a vállalaton fognak elvégeztetni a dolgozókkal, a menedzserekkel. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, azt gondolom, hogy a üzleti megoldásokat értékesítő cégeknél az is fontos, hogy dedikáltan legyen erre szakértő,
projektori csapat, de természetesen kisebb cégeknél a megvalósítói csapatok szívják ezt a tudást magukba, és ezen keresztül próbálják az ügyfelet meggyőzni. Tehát azt is mondhatjuk, hogy egy informatikusnak, legalábbis egy olyan informatikusnak, aki az ügyféllel dolgozik, tehát nem valahol a háttérben programoz, a felkészítéséhez, a tudásához hozzátartozik ez is, hogy az ügyfél fejével gondolkodjon, igen, és azokat a gazdaságosági számításokat, hatásvizsgálatokat el tudja végezni, amelyek hozzátartoznak ehhez a munkához. Azt gondolom, hogy hozzátartozna. Én azt gondolom, hogy általánosan azért talán még nem jelenthető ki, hogy ez mindenkinél valóban meg is van. Mm. Meggyőződésem, hogy ez úgy kellene az egyetemről kijönni ők egyébként? Igen, kerestem a jó szavakat, azt akartam mondani, hogy egy generáció kell, hogy elteljenek ahhoz, hogy ez valójában kialakuljon. De hát ez nyilván egyéni habitus és képesség függvényében alakul ki az emberekben, van, akiben jobban megvan, van, akiben nem. De az biztos, hogy azért ma már a fogadó oldal informatikai vezetőinek ez egy alapvetően elvárt tulajdonság. És ezt is látjuk egyébként, hogy mi korábban elsősorban technológiai érdeklődésű, technológiát ismerő menedzserek vezették a vállalatok informatikáját, ma már sokkal inkább közgazdászok, akiknek technológiai affinitások van, vezetik ezeket a szervezeteket. Ez nyilván tökéletesen visszaigazolja ezt a trendet, hogy az informatika az egy a gazdaságnak egy eleme, ami így horizontálisan áthatja az összes tevékenységet, és ezen keresztül nyilván mindig érteni kell, akár pénzügyi szinten is, és számok szintjén is, hogy mi történik. Egy nagyon jó dolgot mondtál, mert akkor ebből az is következik, hogy egy vállalati informatikai vezető az tulajdonképpen egy híd, egy összekötő szerepet tölt be, ugye a felhasználó, a belső felhasználók meg az informatika között közvetít, és lehet, hogy neki jobban kell beszélni az üzleti, a felhasználói oldalnak a nyelvét, mint az informatika nyelvét, hiszen egyébként ahhoz ott vannak a maga szakértői. Így van.